még egyszer megköszönöm, és akkor átadnám a föld napirendi pontnak a témát, hogy a keleti vállalkozók milyen helyi gondokkal szembesülnek. Kiosztottunk egy 8 levél tartalommal rendelkező kis csomagot, kiosztottuk a május 10-i választás, és bocsánat, a kamarai, megőrzelődött, 63. vállalkozói klubnak a meghívóját is kiosztottuk, ott rajta vannak a napirendi pontok, és elmúlt időszakban több felkérés jött hozzánk a kamarába, ezeket a leveleket osztottam most ki. Egy levelet láthatunk a Lébai István Zoltán alpolgármester úrnak is, Farkas Sános úr levelét. Az önkormányzat vezetői nem értik, hogy mi a problémánk. Tény és való. Ha 23 kerületet megnézzük, akkor a 23 kerületben nem a legmagasabb a 15. kerületi építményadó és telekadó. De mégis a vállalkozók fölháborodtak, hogy drasztikusan megemelkedett a telekadó, mivel hogy régen a telekadónak minősülő négyzetméter jóval kevesebb, másképpen számolták ki, például a betonozott tervet után nem kellett fizetni, utat után nem kellett fizetni, és ezért nagyon sok vállalkozás nagyon nehéz helyzetbe került. Én úgy ítélem meg, hogy a kamarának az a feladata, hogy összegyűjtje a kamarai véleményét, a kamarai tagtársai véleményét, és megpróbál megbeszélést kezdeményezni jogalkotókkal. Velünk már közölte a alpolgármester úr, éve alpolgármester úr, hogy a önkormányzat is egy vállalkozás. Ők is ott lehetnek a csőd szélén, mert mi mondtuk, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a keleti vállalkozók, akiknek nagy területen letelkeznek. Munkatársakat kell elküldeni, nagyon sok keleti vállalkozókra is írtak itt a levelekbe, és voltak, akik szóba mondták el, nem tudják kifizetni. És ez egy borzasztó állapot van, amikor ilyen helyzetben van az ország. Tudom, nem a önkormányzat vezetői tehetnek ebben a helyzetben vagyunk, de mit élünk. Itt próbálunk valahogy túlélni ezt a nehéz helyzetet, és ezért úgy döntöttünk a kamara elnökségét, hogy fölvállaljuk ezeket a kérdéseket, és próbálunk fórumot létrehozni. Én nem tudom, hogy jogos vagy nem jogos volt ez az adóemelés megszavazása. A képviselőknek mindenképpen joga van, de ebben nem kérték ki a kamara véleményét. Ha kikérték volna véleményét, akkor is megszavazhatták volna. Az Angéla ezen a napon, amikor a szavazások fölhívott engem, hogy mit szórakozok, mit akarok itt a önkormányzattal, a kamara elnöke, a Szatmári Kristóf úgyse fogja megszavazni, hogy ellentmondjon, hogy valami ilyesmi volt a téma, hogy ellentmondjon ennek az adóemelésnek. Én ezt mind megértem. Tehát tulajdonképpen a kamarát politikamentesen kéne vezetnünk, és a vállalkozók érdekét kéne képviselni. És most adom át, és ezért majd nyilván, hogy a 25-én, május 25-én kérem, hogy jöjjenek el a választásra, és a legjobb tudásuk szerint, vagy a régi, vagy az új jelöltekre szakadjék le majd a szavazatukat. A kamara, nagy kamara, békeike nélkül nem tudtunk volna eljutni az elmúlt 13 évben ide. Tehát nyilván, hogy mi csak egy kis politnak egy kis csápja voltunk itt. Nem mondom, hogy a kis szemétdombon itt kapirgáltunk, de próbáltunk tenni a dolgunkat, ma úgy hallottam, hogy nem korrektül, nem jól tettük a dolgunkat. Hát sajnos olyan emberek mondták, akik nem sűrűn vettek részt a kamara munkájába, életében. De lehet, hogy a tükörben nézek, akkor még el is szégyellem magamat, hogy ilyen kevesebb dolgoztuk társadalmi munkába. Lehet, hogy a szürkállományunk kevesebb volt, a munka
kabírásunk kevesebb volt, hogy csak ennyi eredményt tudtunk elérni, de ha 23 kerületet összehozunk, azt hiszem, hogy vannak, akik még a tizedét se érték ezeknek az eredményeknek el, amit mi elértünk. És ez a nagy büszkeség számomra, hogy az elmúlt 13 év alatt, még ma is este itt majdnem 9 óra és még 40-en itt vannak. És ez megtiszteltetés önök részére, hogy itt vannak. Úgyhogy én azt hiszem, hogy közösen értük ezeket az eredményeket, egyáltalán eredménynek lehet tekinteni ezeket. Ez köszönjük, hogy nyilván egy anyagi fedezetet a kamara biztosította. Elmúlt években egyre kevesebbet, mert kevesebb volt a forrás neki, tehát tudomásul vettük. Ezzel a forrással próbáltuk úgy gazdálkodni, hogy nem a saját javunkra, nem a zsebünkre, hanem a közösségi érdekében próbáltunk javítani. Egy fillérhez nem nyúltunk hozzá, becsületesen elszámoltunk, és nem saját magunk javára fordítottuk. Tehát azért, ha figyelembe vesszük az, hogy igaz, hogy részemről 3,5 ember volt, de azért sokat segített a Pergely László, aki most elment. Lehet, hogy a következő kamara vezetésnek legyen az új vezetés, vagy legyen a régi vezetés, nyilván önök fogják eldönteni, nem tudjuk. A új időnek megfelelően kell az új vezetésnek vezetni a kamarát. Csak az legyen a szemük előtt, hogy a vállalkozókért. Ne önmaguk lobbizásáért, ne az, hogy egyéni érdeket képviseljenek, hanem a közösségi érdeket képviseljenek. Az a borzasztó, amikor valaki azért könyököl, azért próbál, legyen az önkormányzatnál, legyen bárhol a világon, hogy mindenkit letapos és a saját érdekében próbáljon lobbizni. Érdekében lobbizni, de ne kamara címszó alatt. Tehát azt szeretném, hogy az új vezetés közösségért dolgozna, és ha neki véletlenül ebből haszna van, az nem baj, mert haszonból élünk, haszonból dolgozunk, de ne az legyen a szem előtt, hogy saját magának lobbizzon ki, mint egyes emberek esetleg csinálják a világban, vagy az országban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek.